11 éve már övék az autó, üzemképes állapotban katonai futárautó volt, és ma hogy futott, Csabikám, hogy vagytok, hogy futott az autó? Nagyon jó. Csapat, mint mindig? Persze, jó, összeszokott. Gondolom, ti nem tévedtetek el, merre volt a legizgalmasabb rész a településeken? Hát ez a Tobosszóra vezető út, az érdekes volt, ott félúton el is kapott minket az új rátenyet, hát jöttek még az ablakokat is. De tényleg akkor még gyerekkel nem volt rajtuk, most így ahogy mondod. És melyik ügyességi feladat ment a legjobban? Hál' Istennek mindegy. Tehát ilyen nagyon egy hibákkal lehozom, olyan nem tudom, hogy ilyen jól szoktatok lenni a toppon, most hanyadékok lesztek nap? Hát semmi, amit dobogó saját valamit érzékeny. Na kíváncsi, hogy most még nagyon koncert feljöttünk, jó? De egy túlátom már nagyon-nagyon szurkol mindenki, meg ott van előkészítve azért a rajz, az úra, minden készen. Készülnek a jó kis fotók. Jelszárokszásról érkezett a 250-2-es MZ-vel. Egyhengeres kétütemű benzines. Almás Rádából hozta össze 2009-től kezdve. Volna között van 7000? Igen, elég. Nézzel? Tényleg. Volt-e eltévedő? Eltévedő, nem tévedtem, de az első ott nem látom. Hát a motorosok nem örültek ennek. Hol játszott a legjobbat? Én szerintem Markadon. Majd meglátjuk akkor este. Itt még nagyon kell figyelni, egy motorosnak azért itt sem könnyű. Nem könnyű, de megpróbálom. Nem lesz ezzel gond. Harpójék már ott jönnek, ott virít a zászló. Csabika nem adja alá. Egy bukóforduló és mehetünk tovább. Nagy Danúvia. Ez nem ez az, ami nem indul, ugye? Ez elindult reggel is, jó? Mert volt egy Danúviánk, ami nem indult el. Hogy ment? Szerintem nagyon jó. Meg magyar zsákolomány ennek üzemelni. Bizony, ez jó időszak volt ez a csodálatos Danúvia, és ön is érezte a pályán. Igen. Hol volt a legjobb vendéglátás? Szerintem minden volt egy vendéglátás. Jól érezte magát, akkor most már a frissítő napba kell. Danúvia is.